Az előző szezonhoz képest jelentős átalakuláson ment végbe a csapat. Azt gondoltuk, hogy a keretet teljesen át kell alakítani. Tehát amellett, hogy az előző szezonból itt maradt játékosoktól el kellett köszönnünk, ezt a vezetőedzővel átbeszéltük, szerződéseket bontottunk, kölcsön adtunk játékosokat, azt elmondhatom, hogy 18 távozó volt a csapatnál, és egy időben természetesen el kellett az új játékosokat is fel kellett keresni, elkezdődtek a megbeszélések, és 10 olyan játékos sikerült leigazolnunk, aki egybevág a koncepciónkkal. Tehát a védelemben olyan hiányposztra igazoltunk, ami a tavalyi évben nem volt megfelelő. A középpálya teljesen átalakult, és a csatásokban pedig olyan játékosokat hoztunk, hogy nagyobb legyen a variációs lehetősége a vezetőedzőnek. Azt gondolom, hogy gyors, sokat futó csapatunk lesz ebben az idényben, ezt bizonyították felkészülési mérkőzéseken is. A játékos kereten kívül még a stábban is óriási mozgás volt, tehát a vezetőedzőn és a kapus edzőn kívül asszisztens edző, videóelemző, erőléti edző érkezett. Én részt veszek az edzéseken, sokat beszélek a vezetőedzővel, én azt gondolom, hogy sikerül korrigálni ezeket a hibákat. Az első másfél hetünk volt igazából pihenő, a többit azt egyéni programokkal végeztük, majdnem minden nap, vagy ha nem is minden nap, akkor minden második nap futást végeztünk otthon, szóval egy viszonylag jó állapotban érkeztünk már a felkészülés kezdetére, ahol szintén elég kemény felkészülésen vagyunk túl. Én úgy érzem, hogy ez eredményekben is meglátszott. Szokták mondani, hogy nem számít az edzőmeccseken elért eredmény, de én úgy gondolom, hogy ez fog erőt adni a csapatnak, és a szurkolóknak is egy kicsit bizakodó az, hogy 5 meccsből 4-et megnyertünk. A cél a feljutás, tehát a Diósgyőrnek mindig is az NB1-ben volt a helye, és NB1-ben a helye. Tehát a játékosok leigazolásakor is ezt mind hangoztattuk. Tehát olyan játékosokat akartunk idehozni, akik képesek arra, hogy feljuttassák a csapatot. Más nem is lehet a cél. Tehát úgy építettük fel a prémium rendszert, úgy edzünk, olyan a csapat kerete, ami alkalmas arra, hogy feljussunk az első osztályba. Elvégeztük azt a munkát, amit kellett, illetve az előző kérdésedre én is annyit válaszolnék itt a céllal kapcsolatban, hogy a cél az nekünk az első hely, az elvárás pedig a feljutás, szóval, hogy itt ezt külön tudjuk venni. Megcélozzuk azt, hogy elsőként jussunk fel, nyilván tudjuk azt, és nem leszünk szomorúak, hogyha második helyen, de a legfontosabb az, hogy az első osztályba kerüljünk, illetve úgy érzem, hogy teljes mértékben, 100%-ban elvégeztük azt, amit kellett, és még egyszer csak azt mondani, ami visszaigazolás, hogy a mérkőzéseken, amiket játszottunk első osztályú csapatok ellen, akkor még a 90. percben is sokan úgy éreztük, hogy még mindig tudnánk menni, akár még lehetne még egy fél idő, úgyhogy úgy érzem, hogy erőnléti állapottal biztos, hogy nem lesz probléma. Az más kérdés, hogy mi mit, hogy töltjük meg ezt tartalommal. Nagyon jó hangulat, illetve azt azért hozzá kell tenni, hogy amikor munka van, akkor komolyság van, és nyilván vannak szabályok, amiket a mester kér tőlünk, és ezt muszáj is betartani, én úgy gondolom. Mert hogyha ez nincs meg, akkor elmegy egy ilyen bohóckodásba ez a dolog, és az nem biztos, hogy pozitív, de a hangulat az teljes mértékben rendben van. A csapat egy új premizálási rendszerben megy bele, tehát azt gondolom, hogy büszkék lehetünk a csapatra, mert végre egy olyan csapat van, aki a teljesítmény alapú bérezés vagy jutalomra fog majd átállni. Tehát ha megvan a feljutás, vagy megvan a cél elérése, akkor fogják a jutalmat megkapni a végén. Tavaly én úgy gondolom, hogy megtöltötték a vendégszektort, és ha jól tudom, akkor most is akár még több szurkoló is várható. Ezúton szeretném is megkérni minden Diósgyőr kötődésüt, hogy látogasson ki a mérkőzésre, hogyha teheti, nagyon nagy szükségünk van rájuk, illetve hát teljes mértékben feltérképeztük a Siófokot, a stáb felkészített minket minden esetőségre, és mind minden meccsre itt az NB2-ben 3 pontért utazunk.